Üdvözlöm a Szakrakör nézőit, üdvözlöm stúdiónkba Tasi István, Vaisnava szerzetest, és megbeszéltük Istvánnal, hogy a műsor alatt a beavatási név, vagy hogy mondjátok? Igen, szerzet, avatott név. Az avatott néven foglak téged hívni, az pedig Isvara. Kedves Isvara, örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen, Zsolt. Nagyon sok könyvet hoztál, szerzetesi ruhában vagy, ami különösképpen tetszik nekem. Az első kérdésem az lenne, kedves Isvara, hogy nehéz Magyarországon szerzetesnek lenni, indiai szerzetesnek lenni? Mennyire tolerálja ezt a köznép? Hát szerzetesnek lenni tulajdonképpen mindig, mindenhol egy kicsit nehéz, mert azt jelenti a szerzetesi lét, hogy az ember próbálja szabályozni az érzékeit, egy nagyon mértékletes életet él. És hát különösen egy fogyasztói társadalomban ez nehéz, ugye én vegetáriánus vagyok, nem dohányzom, nem iszom alkoholt, a nemek közötti kapcsolatok is szabályozottak nálunk, és ez egy ilyen világban önfegyelmet, önuralmat igényel. Szóval ez az a nehézség, ami mindig együtt jár a szerzetességgel. És aztán persze van egy olyasfajta kihívás is, hogy az ember egy másik kultúrán belül gyakorol egy régebbi vagy egy távolabbi kultúrához tartozó vallást. De az én tapasztalatom szerint a magyar társadalom nagyon toleráns ilyen szempontból, ugye a rendszerváltás óta, amióta mindenféle vallás megjelent, egyre inkább bekerült a köztudatba, hogy mi létezünk. Értik az emberek, hogy a filozófiánk az erőszakmentességen alapul, örök erkölcsi értékeken alapul, amelyek minden világvallásban közösek. Nagyon sok jóléti szolgálatot is csinálunk a társadalomnak, ugye van egy ételt az életért ételosztó mozgalmunk. Szóval azt hiszem, hogy ezeket a dolgokat az emberek becsülik, jöjjön akár keletről, akár nyugatról, ezek univerzális értékek. Szóval érdekes, hogy mondasz, mert az emberek nem szeretik, hogyha le van szabályozva. Tehát az emberek nem szeretik a szabályokat, nem szeretik a törvényeket. Márpedig a ti életformátok nagyon le van szabályozva, tehát megfelelő időben kell kelnetek, nem beszélve a ruháról, illetve arról a jelről, ami ott van a homlokod, ami eléggé feltűnő, és szerintem a BKV ellen is megkérdezi, hogy fiatalember maga festő, vagy mi történt magával, mert elég érdekes, ahogy így jöttök-mentek, hogy mégis ezáltal lesztek ti szabadok. Tehát a szabályok útján való megszabadulás a kötöttségektől. Nagyon tökéletesen fogalmaztál. Mi magunk szoktuk használni ezt a kifejezést, hogy a szabadság szabályozó elvei. Szóval azt mondod, hogy az emberek nem szeretik a szabályokat, de képzeljünk el egy olyan közlekedést, ahol mondjuk nincsen kressz. Igen. Ugye vannak ilyen országok, én jártam még Indiában is, nagyon kevés szabály van, nagyon kaotikus az egész, nagyon ijesztő. Szóval amikor társadalmilag el akarunk érni valamit, vagy biztonságba akarjuk érezni magunkat, akkor szabályok kellenek. Igen. Ugye, mint kulturális antropológus is mondom, hogy nincs társadalom, nincs civilizáció a világon szabályok nélkül. Különbség az, hogy az életnek milyen területét és hogyan szabályozzák. És hogyha az ember megtisztulásra vágyik, arra vágyik, hogy kiszabaduljon a világból, visszatérjen Istenhez, akkor annak is van egy útja, és az út szélén vannak korlátok. Most egy picit úgy szeretnék rendet tenni az elmémben. Nem lesz egyszerű. Vaisnava szerzetes vagy, az azt jelenti, hogy Visnut dicséred, ugye? De mégis Krisna tudatú hívő vagy. Most ez hogy van? Akkor nálatok, ha lehet így mondani, kedves Isvara. Persze. Indiában több néven tisztelik Istent. Istennek nagyon sok neve van, mert ő végtelen, és végtelen sok tulajdonsága van. És a különböző nevek különböző tulajdonságaira utalnak. Szóval egy teológiai szempontból Visnu és Krisna tulajdonképpen egy. A mi meglátásunk szerint Visnu, ő Krisnának, az Istenség legfelsőbb személyiségének egy kiterjedése. Ez egy különös koncepció nyugaton, hogy Istennek vannak kiterjedései. De ma már, amikor ugye annyiféle trükkfelvételt látunk a különböző filmekben, hogy valaki megsokszorozza magát, akkor nem nehéz elképzelni Istenről, hogy ő is meg tudja sokszorozni magát. Szóval Visnu egy ilyen kiterjedése Istennek, azt mondják, hogy olyan, mint amikor egy első gyertyáról meggyújtunk egy másodikat. Ugyanaz a láng, de mégis volt egy eredeti láng. Szóval így Isten, ő a különböző céljai érdekében, mint például azért, hogy megteremtse ezt a világot, kiterjeszti magát. Az eredeti formájában egy örök, transzcendentális birodalomban él, és mindig jól érzi magát, mindig játszik,
mi vallásunk egy ilyen játékos Istenről beszél, és a teremtés munkáját és a világnak a fenntartását azt ilyen kiterjedései vagy avatárjai végzik. Ugye ez a szó is ismert. Igen, ma már ez az avatár. Én úgy tudom, hogy Vishnu mindenen áthatol, tehát ezt jelenti a név, hogy mindenen áthatol, mindenen átmegy. Igen, hogy mindenhol jelen mindenhol van, jelen mindent van. Átható, ez az egyik tulajdonsága Istennek, ahogy mindegyik egyisten hívő vallás mondja, hogy Isten mindenható. Szóval a védák szerint is Isten az energiái révén, a kiterjedései révén eljut mindenhova, benne van az anyagi világban, minden egyes atomban, minden élőlénynek a szívében, és ez a forma, ahogy Isten jelen van a világban, őt úgy nevezik, hogy Vishnu. El van rejtőzve, de ugyanakkor mindig ott van az anyagnak a hátterében, mindig figyel, és ő felügyeli például a karmának a törvényét, hogy mindenki megkapja a cselekedeteinek az eredményét. Ha valaki úgy érzi, hogy szeretne Krisna tudatú hívő lenni, vagy szerzetes szeretne lenni, szeretne ott lakni bent veletek a kolostor, vagy minek mondjátok ti ezt? Lehet úgy is. Rendház, nevezni. Valami. Mik a feltételei, hogy valakiből Krisnás legyen így? Mi úgy hívjuk ezeket a szerzetesi szálláshelyeket, hogy asramok. Asram, igen. Ugye az asram az a lelki élet gyakorlásának a helye. Hát nem úgy történik, hogy egyik napról a másikra valaki beköltözik, hanem általában, ha megismerkedik a vallásunkkal és érdekli, akkor rendszeresebben látogatja a közösségünket, érdeklődik, és hogyha úgy érzi, hogy számára ez egy elhivatottság, akkor rövidebb vagy hosszabb időre kipróbálhatja, hogy milyen így élni. Ugye mi inkább olyannak tekintjük ezt az asramot, mint egy oktatási intézmény, ahol valaki a lelki életnek a gyakorlatát, kultúráját megtanulhatja, hogy lehet egy szabályozott, mértékletes, Istennek tetsző életet élni, és aztán, hogy valaki ezt hosszú távra gyakorolja utána az életében, mondjuk ilyen élethosszig szerzetes lesz, vagy pedig visszatér a világi életbe, az az ő döntése. De akik visszatérnek a világi életbe, azok számára is ez egy örök kincs, ez a tapasztalat, ez a gyakorlat, és a világi életben is nagyon sok mindent meg lehet élni, meg lehet valósítani, amit egy asram életben. Ugye az asramok, ezek a kolostorok térben korlátosak, nem tud mindenki oda beférni. De az Isten felé vezető út, a lelki gyakorlat mindenki számára nyitva van. A kolostor, vagy ezek az asramok, ezek csak olyan helyek, ahol az ember gyakorlatra tehet szert, lelki megerősödésre, amit aztán az élet bármely területén, vagy bármilyen életkörülmények között kamatoztathat. És hogy látod, Isvara, hogy titeket csalódott emberek keresnek föl, akik csalódtak akár vallásukban, csalódtak a mindennapjaikban, vagy útkereső emberek keresnek föl? Tehát miből van több arány? Van mindenféle, ahogy mindegyik vallásban van. És maga Bhagavad Gita beszél arról, hogy többféle ember fordul Istenhez. Különbözők a motivációk, amiért az emberek Istent keresik, és az én 20 éves tapasztalatom ez, hogy nagyon sokféle okból keresik az emberek Istent. A Bhagavad Gita azt mondja, hogy van, aki azért keresi Istent, mert meg akar gazdagodni. Azt gondolja, hogy önerőből nem sikerült, hát ha Istené minden, akkor ő tud adni. És akkor ilyesféle üzletet akar kötni Istennel. Van, aki nagyon szenved a világban, és a szenvedésétől akar megszabadulni. Van, aki csak kíváncsi. Egyszerűen, hogy ha van az anyagi világon túl valami, vagy valaki, akkor az kiféle, miféle, és ezért keresi Isten. És vannak olyanok, és a Bhagavad Gita azt mondja, hogy ez a legjobb, akik próbálják megérteni az abszolút igazságot. Ez a legnehezebb, az abszolút igazságot megismerni. Igen, de ez a legőszintébb, és a másik három számára is az a javaslat, hogyha elindult az úton valamilyen okból Isten felé, akkor végül jusson el erre a fokra. Próbáljon megérteni, hogy ki Isten, és hogy lehet megtanulni szeretni Istent. És akkor ki fog tartani mellette. Na, ez egy ilyen párhuzamos út, ugyanis írtál könyveket, megjelentek DVD-t, és elvégezted a Bhaktivedanta főiskolát is. Tehát ez a Krisna követése, és ez a filozófiai út, ez párhuzamos nálad, vagy egyik hamarabb volt, és húzta egyik a másikat? Ez hogyan történt az életedben? Maga a Krisna hit egy nagyon filozófikus vallás, és én alkatomat tekintve ilyen gondolkodó lény vagyok, szóval ugye ezek a nagy kérdések, hogy ki vagyok én, mi az élet értelme, mi történik a halál után, ezek úgy mindig foglalkoztattak, és kerestem a választ, de mondjuk a rendszerváltásig nem olyan sok kiadvány volt erről, nem olyan sok lehetőség volt. Én körülbelül akkor lettem nagykorú, és aztán akkor
nagyon sok könyvet kezdtem olvasni, vallásoknak a kiadványait, szent könyveit, és egy ilyen nagyon égető igény keletkezett bennem, hogy valahogy hosszú távra tervezzek. Ugye azt mondják ma a nagy menedzserek, hogy az ember úgy tud sikeres lenni a mindennapi életében, hogyha először van egy hosszú távú terve. Mi az a távlati cél, amit el akarnék érni, akkor mi egy közép-hosszú terv, és akkor mit csinálok ma? Szóval valahogy fel kell építeni a rendszer. De ha az ember nem tudja, hogy mi az életnek a célja, akkor nem fogja tudni, hogy hogy éljen a mának, hogy éljen ma. Szóval én így kerestem, hogy mi a végső cél. És végül a védáknak a filozófiája, ez nagyon lenyűgöző volt a számomra. Ugye az a filozófia, hogy mi örök lelkek vagyunk, van egy transzcendentális világ, lejöttünk, lepottyantunk ebbe az anyagi világba, az anyag, a test befed bennünket, de hogyha akarunk, akkor a cselekedeteink és a tudásunk fejlesztése által megtisztulhatunk, és visszatérhetünk a lelkeknek az örök birodalmába. Szóval ez mint cél, ez számomra nagyon szimpatikus és meggyőző volt. És vonzóak voltak azok az emberek, akik ezt gyakorolták és hirdették. Uh-huh. Lelki tanítómesterem. Ki volt ő? Lelki tanítómesterem Srila Sivaram Swami Maharaj, ő egy emelkedett lelki tanító, szannyászi. Ő pedig Srila Prabhupádnak a tanítványa. Prabhupád pedig az a lelki tanítómester, aki a védáknak a tanításait áthozta nyugatra, Indiából. Ugye az 1960-as évek végéig a Krishna hit nem nagyon volt ismert a nyugati világban. És Srilát mondtál? Srila. Ja, Srila, mert Srila az azt jelenti, hogy játék, nem? Tehát a Srila az egy játékos. Igen, a Srila az viszont egy megtisztelő jelző. Srila. Srila Prabhupád. Ő volt, aki nyugatra áthozta a Krishna hitet, és akkor neki lett sok-sok tanítványa. Akkor ugye egy nagyon nagy lelki erővel rendelkező lelki tanítómester volt, és aztán idővel az ő tanítványaiból néhányan lelki tanítómesterré váltak. És az én lelki tanítómesterem, Sivaram Maharaj, ő is egy ilyen tanító. Ismerem, lehet, hogy fura a kérdés, de az emberek többsége keresi az utat, megkeresi a mestereket is. Ahogy én téged hallgatlak, meg téged nézek, én úgy érzem, mint hogy az út talált volna meg téged. Nem? Nem ilyesmi? Hogy valahogy úgy, mintha forgatókönyv szerint pont ott voltál, pont úgy, pont akkor, és akkor ez lett belőle. Egy látó ember vagy. Nem szerénység alázat, de... Így történt valahogy. Igen? Tudod, én annak idején a színházak iránt érdeklődtem. Uh-huh. Volt ebben egy kis egoizmus is persze, de volt benne egy ilyen embernemesítő szándék is, hogy az ember a színpadról szép dolgokat mond, az emberek katarzist élnek, hát megtisztulnak, és akkor mindenki jobb emberként megy haza. És dolgoztam egy ilyen kisebb színházba, ami egy mesedarab, egy Balázs Béla mesének a feldolgozására készült. Egy indiai mese, Szúrjakanta király története. És ennek a színdarabnak a rendezője úgy döntött, hogy be fog szerezni indiai hangszereket, ahhoz, hogy egy kis atmoszférát teremtsünk a színdarabhoz. Kis pengetés, kis dobolás, stb. Egy kis indiai hangulat. És anélkül, hogy én bármi erőfeszítést tettem volna érte, bepakolt engem is az autóba, és mondta, most pedig felmegyünk a Krishna templomba, és te meg fogsz tanulni azon a dobon dobolni. Csak így. Csak fölmegyünk és megtanulsz. Csak így. Na, így aztán egyszer csak ott találtam magam a Krishna templomba, ölembe egy indiai dobbal. Ugye két, oldalú, két oldalán bőrözött dob. És azért, hogy megtanulják, hát rendszeresen jártam fel a Krishna templomban. De közben ugye ott megkóstoltam az ételeket, megkóstoltam a filozófiát. Őszintén. Őszintén szólva ízlet. Mert azt mondják, hogy ízletlen. Azért, hogy ne vonja el semmi a tanítvány figyelmét a tanulmányoktól, ezért ízletlenül csinálják. Ez egy másik kultúra. Ez, igen? A mi kultúránk nem ilyen. A mi kultúránk, lehet, hogy akkor nem is lennék itt. A mi kultúránk az olyan, hogy mi Istennek főzünk, és akkor próbáljuk a lehető legízletesebbet csinálni neki, felajánlani, és amikor az ilyen ételt Isten elfogadta, utána megtiszteljük. De hát akkor az finom. Az finom. Mert úgy készítettük. Szóval oda jártam rendszeresen a Krishna templomba, megismerkedtem a filozófiával, az életmóddal, és nagyon óvatosan elkezdtem a saját életembe beépíteni. Amellett, hogy én ilyen idealista beállítottságú vagyok, azért közben nagyon szkeptikus és óvatos is vagyok. Tehát ez nálam egy olyan két évig tartott, amíg úgy kerestem a hibát a filozófiával, kötözködtem, vitatkoztam, de akkor kipróbáltam, hogy milyen vegetáriánusnak lenni, kipróbáltam, hogy milyen a Hare Krishna
mantra meditáció, ugye, amit ma is végzek, igen, naponta 2 órát, ismétlen ezt. 2 órán át folyamatosan mondod, hogy Hare Krishna, Krishna, igen, Krishna, stb. Stb. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Ez 2 órán keresztül. Igen, van, amikor egyben, vagy amikor úgy adódik, hogy nem tudom egyben, akkor kisebb megszakítás. És akkor ilyen megváltozott tudatállapotba kerülsz? Igen, ez egy tudattisztító mantra, csökkenti az embernek az anyagi vágyait, csökkenti a tűre való hajlamát, szóval mondhatni, hogy minden rossz tulajdonságot csökkent, és a jókat megerősíti. Türelmessé, békésé, Isten szeretővé tesz. Aztán én nem vagyok a legjobb alapanyag, de még rajtam is működik. Emlékszel arra a pillanatra, amikor először tudtál azonosulni ezzel a irányzattal? Tehát amikor először vetted föl ezt a ruhát, akkor először kentek föl, vagy hogy mondjátok ti ezt, bocsánat, azt a jelet a homlokodon, azt hogy hívják? Tilak. Tilak, tehát akkor először kenték rád azt a tilakot, hogy ez milyen érzés volt? Tudod, érdekes tapasztalat volt a számomra, mert a legtöbb ember számára, hogy te is mondtad, egy Krishna hívőnek a látványa idegen. Az fura. Fura. Inkább fura. Fura. Az én számomra olyan volt, mintha ismerős lenne. Aha. És vonzó volt a kezdetektől kezdve, a szokatlansága ellenére. Ma én ezt úgy elemzem, hogy ez valami előző életeknek a tudatalatti emléke. Uh-huh. És a lelki tanítómesterem egyszer azt mondta nekem, hogy én előző életemben éltem Indiában, és foglalkoztam. És ez soknél megmagyaráz, hogy... lelki dolgokkal, és ez megmagyarázza, hogy miért van ez a titokzatos vonzódás, hogy az ember úgy érzi, hogy én itt otthon vagyok. Ez az én helyem, és tulajdonképpen én csak folytatok egy utat, amit valamikor a múltban elkezdtem, de lehet, hogy nem értem a végére, nem értem el a tökéletességét, de szerencsére több élet van, így aztán az ember folytatja. Egy személyes kérdés hagyd tegyek föl, többen is kérdezték már ezt, hogy van nálatok, így időzőben nálatok, hogy házasság, szexualitás, te nős ember vagy milyen nálatok egy párkapcsolat? A Vaisnava kultúrában van lehetőség a párkapcsolatokra és a házasságra, de az is egy szabályozott módon történik. Szóval általában a Krishna hívők Krishna hívő párt választanak. Ez nem egy nagyon szigorú szabály, szóval vannak ellenpéldák is, de praktikus szempontból, hogyha közös a hit, közös a lelki gyakorlat, közös az értékrend, az nagyon megkönnyíti a házasságnak a működését. Szóval így a hívőknek a 90%-a nálunk is házas, de megvan a lehetőség arra is, hogy valaki szerzetes maradjon egész életében. Ez személyes döntés és alkat kérdése. Ki hogy érzi jobban magát? De most 2 szerzetes férfi és egy nő egymásba szeret az ashramba. Tudok időt szakítani kicsit a randevúra is, ugyebár mert elég sokat kell gyakorolni, mantrázni, mégis van egy kis idő arra, hogy tudjanak együtt lenni. Van esküvő? Tehát te összeadhatsz párokat? Igen, van egy védikus esküvő, ami nagyon szép ceremónia, szóval amikor így dönt egy pár, hogy ők szeretnék összekötni az életüket, általában ez se fejes ugrásszerűen történik, hanem akkor van egy néhány év, amikor egyre mélyebben megismerik egymást, megnézik, hogy közösek-e a tervek, ahogy élni szeretnének, és amikor úgy döntenek, akkor van egy nagyon szép ceremónia, amit egy hívő pap idézőjelben, hogy az indiai kultúrában úgy nevezik ezeket, hogy brámana, vagy pedig akár a saját lelki tanítómesterük, ő összeesketi őket. És akkor az ilyen esküvő az egy életre szól. Tehát a védikus javaslat ez, hogy egyszer így összekötötték az életüket, akkor maradjanak együtt, ez biztosítja a társadalomnak a stabilitását, maguk a felek is nyugodtak, akkor nem kell aggódni kikicsal, meg mi történik. És vele nagyon sok könyvet hoztál, itt a kedves tévénézők is látják, hogy tele vagyunk pakolva mindenféle könyvvel, meg DVD-vel. Én úgy tudom, hogy 2003-ban megjelent egy könyved, a természet IQ-ja, ugye? Egy picit beszéljünk erről az oldaláról is az életednek, hogy miért írsz könyvet? Kiknek írsz könyvet? Mi ez a misszió nálad, hogy ennyi könyvet írsz, meg előadást tartasz? Mivel foglalkozol? Tudod, nekem a Krishna hit, meg ez a védikus tudás, ez olyan, mintha egy ilyen hatalmas kincsre leltem volna, amiben mind a mai napig turkálok, szóval úgy érzem, hogy egy ilyen óriási... egy gyerek ott. Mint egy gyerek a kincsek között, igen. De ugyanakkor van bennem egy késztetés és egy lelkiismereti hang, egy parancs, hogy ezt meg kell mutatni másoknak, meg kell ismertetni másokkal. És igyekszem úgy lefordítani
az európai emberek számára, tudományosan gondolkodó emberek számára, ezeknek az ősi írásoknak a tanításait. És amit említettél, a természet IQ-ja, ez az egyik gyümölcse ennek a fajta késztetésnek, belső hangnak. Ott látok egy alcímet, hogy honnan származnak az állatok titokzatos ösztönei. Na, igen. Ezt te honnan tudod? Tehát állatokkal foglalkozol, vagy érzed az állatokat, vagy ez egy ilyen szintén egyfajta megváltozott tudatállapotban jön információ fentről nem, neked? Nem, inkább én úgy mondanám, hogy ez egy tudományos kutatás. Uh-huh. Annak idején én rengeteg könyvet olvastam, David Attenborough, Gerald Darrell, a híres régi szerzők, szép idők, igen, akik írtak az állatokról. Szóval egy szerelmese voltam a természetnek már akkor is, de amikor megismerkedtem a védák tanításaival, elkezdtem más szemmel látni a természetet, és felfigyeltem olyan kérdésekre, amire a tudomány nem tud választ adni. Például? Például arra, hogy honnan tudják a vándormadarak, hogy hova kell költözni. Hát a mágnesesség, ezt mondják, oda megy, érzik. Az már a tájékozódás, de aha, honnan tudja, hogy hova menjen? Érted? Ahhoz, honnan hogy tájékozódj. Na most már mondd már a vicces, ne csigázzál engem a kedves nézőket, honnan tudja? Igen, ahhoz, hogy tájékozódni tudjon, igen, az ember, először tudnia kell, hogy hova menjen. Abszolút. Szóval úgy néz ki, mintha az állatokba születésüktől fogva beléjük lennének táplálva. Egy program? Egy program, uh-huh, egy ösztön. Táplálkozásuk, védekezésük, vagy akár a vándorlásuk tekintetében. És ennek a programnak az eredete, ez egy rejtély a tudomány számára. Az én megközelítésem szerint, vagy védikus megközelítés szerint ezeket a programokat valaki megírta, ugye ezt a szoftvert valaki létrehozta, és ez egy legfelsőbb lény, ugye egy hihetetlen bölcsesség, egy hihetetlen elme, aki ennek a sok millió fajnak az életét, az ösztöneit úgy koordinálja, hogy ez a hatalmas ökoszisztéma létezzen körülöttünk, ami itt van. Szóval emellett érvelek. Jó, abszolút igazad szerzőtársammal. Igazad van. Most az ember ezt elolvas és mondja, hogy igen, ez egy szoftver, valószínűleg Isten programozta bele, mert mondjuk ki akkor a nevét, uh-huh, és akkor mi van? Most ezt tudjuk, és akkor attól még van? Repül az a méhecske, meg repül az a galamb, és de tudom, hogy azért repül, mert bennem egy program. Ezután mi lesz? Ezt leírtad. Az emberben automatikusan feltámad egy következő kérdés. Na de mi van vele? Aha, tehát akkor az állatokból létezik? Következhetünk, igen, ránk ösztönlények, mi van, mint ember. Mi van velünk emberekkel? Miért létezünk mi? És hogyha van egy legfelsőbb lélek, akkor nekünk mi a viszonyunk vele? Ugye akkor ő csak úgy passzívan létezik, ő csak megnyomott egy Big Bang feliratú gombot, hogy létrejöjjön az egész világ, vagy van valami több közünk hozzá. Szóval az emberben a spirituális érdeklődést felkelti. Tehát engem ez érdekel nagyon, hogy a tudomány területéről hogy lehet az embereket átvezetni a spiritualitás területére. És ezek a könyvek erről szólnak, hogyha igazán megnézzük a tudománynak az eredményeit biológiában, fizikában, akkor találunk egy hidat. Parajelenségekre nincs materialista magyarázat. Az élővilág eredetére nincs igazán lábon álló materialista magyarázat. A halálközeli élményekre nincs igazán materialista lábon álló magyarázat. Ezek mind afelé mutatnak, hogy az anyagon túl létezik egy párhuzamos valóság. És mi magunk tulajdonképpen ennek a párhuzamos valóságnak a részei vagyunk. Mi lelki lények vagyunk, és van egy örök lelki birodalom. De most az anyag eltereli a figyelmünket. De hogyha kontemplálunk, meditálunk ezen, gondolkodunk, megértjük ezt, akkor megérthetjük ennek a másik valóságnak a természetét, és vannak könyvek, például a Bhagavad Gita, Indiának az ősi irodalma, ami beszél arról, hogy milyen ez a másik valóság, mi történik ott, és felkelti az emberben a vágyat, hogy jó lenne megnézni, hogyha ott nincs szenvedés, nincs öregség, nincs betegség, és nincs halál, akkor ez egy jó hely lehet. Akkor gyakorlatilag olyasmi ez a hétköznapi világ számunkra, mint hogyha mondjuk Isten megteremtette volna mondjuk a játszóteret, ott az emberek játszanak a homokozóba, összevesznek a kislapáton meg a vödrön. És akkor megy a hajcibálás, meg egyebek. És egyszer csak az egyik gyerek rádöbben, hogy van világ a játszótéren kívül is. Mondjuk elmegy egy templomba, vagy mondjuk beül egy, mit tudom, csoki boltba, és ott üldögél, utána meg felnőtt lesz, és vesz egy autót. De megmarad az emberiség többsége, az emberek többsége a játszótéri feelingbe, hogy cibálják egymás haját. Látszik, hogy te is egy spirituális tanító vagy, mert ez pont így van. De mi van a játszótéren kívül? Igen. És de ezt írod meg, tehát mi van a játszótéren kívül? Az egyik könyv a természet IQ-ja. Itt látok egy másik nagyon fontos könyvet, amit kiemeltél, amikor még beszélgettünk ráadásul, hogy mi van, ha nincs evolúció.
Ez egy ilyen beugratós kérdés, igaz? Itt van az a könyv, csak hogy meg tudjuk mutatni a kedves nézőknek, hogy az a könyv címe, mi van, ha nincs evolúció? István, mi van, ha nincs evolúció? Hát akkor van egy intelligens terv. Megint egy program, egy terv, igen. Egy program, egy terv, és van egy tervező, egy intelligens tervező, aki az egész élővilágot és az egész anyagi világot megtervezte. És ezt ma már egy alternatív tudományos irányzat is támogatja. Akik azt mondják, hogy ha megnézzük, hogy mire képes a természet, mire képesek a genetikai mutációk, mire képes a természetes kiválogatódás, akkor ebből nem lehet levezetni az élővilágot. Ebből nem lesz még egy baktérium se, nem hogy egy szép madár vagy egy ember. Igen, bocsánat, hogy... Isvára, csak egy kérdés. Szerinted miért jó az, hogyha az embereket ilyen hülyeségbe tartják, hogy van evolúció? Tehát mi célja volt ennek az egész darwinizmusnak? Bocsánat, hogy közbe kérdeztem. Ez egy provokatív kérdés, de szerinted mire jó ez az egész evolúció? Az én megközelítésem szerint az evolúcionizmus az egy segéd elmélete a materializmusnak. Mert az evolúciónak, hát a leggyakrabban hangoztatott változata szerint minden magától jött létre. Csak valahogy az anyag összeállt, élni kezdett, kimászott a partra, lába nőtt, és aztán egyszer csak itt vagyunk a nagy, itt ülünk nagy, a nagy értelmetlenségben. És akkor mit csináljunk? Mire való az élet? Hát arra, hogy próbáld élvezni az életet, vedd meg a termékeinket. És ez a fogyasztói társadalomnak a motorja tulajdonképpen, ez a materialista filozófia. Szóval egy kultúra mögött, egy életmód mögött van egy filozófia. És ahhoz, hogy egy féle kultúrát, egy fogyasztói társadalmat fenn lehessen tartani, vagy a fogyasztásra lehessen ingerelni az embereket, ahhoz kell egy materialista világnézet. És sajnos ma a tudományt sokszor arra használják, hogy ezt a materialista világnézetet próbálják támogatni vele. Pedig én szerintem a valódi tudomány, a jól megértett tudomány éppen azt erősíti, hogy van egy felsőbb intelligencia a háttérben, ott van Isten a háttérben, és amikor így látjuk a tudományt, akkor áttérünk egy másik területre, hogy akkor én hogy fejlődök lelkileg, akkor mi az én életemnek az igazi értelme, és hogy közelíthetek a mindenségnek a végső forrásához, ehhez a legfelsőbb tervezőhöz, aki nem csak egy ráncos homlokú tervező, hanem egy szeretetteljes lény, akivel eredendően mindannyiunknak örök kapcsolata van, csak valahogy elfeledkeztünk róla. Te végül is itt a könyveidben egyfajta tudást adsz az embereknek, igaz? Egyfajta tudást. Azt mondanám, hogy közvetítek. Ez nem az én tudásom, hanem közvetítek. Amit kaptam, azt próbálom közvetíteni. Hosszú-hosszú ideig az volt a mondás, hogy a tudás hatalom, igaz? És ezzel ér vissza a tudomány gyakorlatilag, mert aki tud, annak hatalma van. Ellenben, aki spirituális tudásra tesz szert, akkor alkalmazza azt a tétet, hogy a tudás megszabadít. Igaz? Tehát elolvasom ezt a könyvet, a természet IQ-ja, elolvasom, hogy mi van, ha nincs evolúció, stb. Elolvasom Bhagavad Gita-t, akkor én megszabadulok mindenféle olyan kötöttségtől, ami engem félelemben tart. És akkor ez a te missziód, illetve a ti missziótok, hogy az embereknek egyfajta utat mutattok, hogy hogyan tudsz emberként élni, hogyan tudsz mindenféle sallangok mentesen élni. Hogyan tudsz lélekként élni? Hogyan tudsz lélekként? Az ember nem más, mint testtel töltött lélek, igaz? Csak én inkább elfelejtik. Azt mondanám, hogy az ember egy testbe csomagolt lélek. Hogy mi a lélek vagyunk. Mi nem egy test vagyunk, aminek van egy lelke, hanem mi lelkek vagyunk, aminek van teste. Ez különbség. És én az én feladatomnak azt tekintem, hogy ezen az úton az első lépéseket segítsek megtenni az embereknek, mert én magam is csak egy pár lépést tettem még, de hogyha így az anyagból, a természet láttán megértjük, hogy van egy magasabb értelem, és az életnek van magasabb rendű célja, mint a fogyasztás, az érzékeknek a kielégítése, akkor meg tudjuk tenni a többi utat, ami az életnek az igazi értelme. Mi az, ami eltölt téged örömmel, mint Vaisnava szerzetes, mint Isvara? Mi az, aminek örülsz igazából? Most, a hétköznapokban. Én nagyon szeretek táncolni és énekelni, és szerencsére a mi vallásunkban ennek van egy szakrális módja, hogy éneklünk ezekkel az indiai hangszerekkel, a Hare Krishna mantrának nagyon sok szép változatos dallama van. Tulajdonképpen én akkor tapasztalok egy olyan belső örömet, egy belső boldogságot a szívembe, amikor ezeket énekelem. Egy dallam például. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A védák szerint ezek nem közönséges szavak, ez nem közönséges ének, hanem Istennek az energiájával fel van töltve. És amikor az ember énekli, kapcsolatba kerül ezekkel a szent nevekkel, akkor felébred a lelki tudata, és egy belülről fakadó boldogság ébred fel benne. Ugye, amire általában a mai civilizáció bátorít bennünket, az egy külső boldogság. Vedd meg ezt. Igen. Szerezd meg azt. Ingereld az érzékeidet. Menj el moziba, egyél közben popcornt, hallgass közben a zenét, és valaki vakargassa a hátadat közben, és akkor jó lesz. Az jó, hogy... De ez unalmas. Egy idő után ez mind unalmassá válik. Ez a lelket nem teszi boldoggá. A lelket igazán a belülről, vagy mondhatni felülről jövő boldogság. Azt teszi olyan békésé, hogy akkor igazából nem kell az embernek sok pénz, nem kell sok dolog, hanem azt mondja a Bhagavad Gita, hogy belülről örvend az önvalónak. Igen. Egy személyes dolgot, hogy mondjak el, mondjuk dolog, csúnya szóval kifejezve. Nyaranta van a Szekér Fesztivál, ugye? Amikor így hatalmas szekeret végig húztok, toltok Budapest utcáin, és tavaly nyáron, pont oda keveredtem, hogy vonultatok el, nyár volt. Mezítláb volt egy-két szerzetes a betonon, az aszfalton, a József Attila utcán éppen cibáltátok át azt a hatalmas szekeret. Hát nem tudom hány fokos egy aszfalt, de hogy forró volt, az holdziher. És akkor énekelte ezt a dallamot, amit most te mondtál, én azt láttam, hogy mintha nem is lenne ott. Tehát nem érzi azt, hogy süti a talpát a betón, nem azért emelgettem, mert forró volt, hanem azért, mert táncolt. Tehát, mintha a mantra hatására megszűnik a külvilág, miközben ott forognak, dobolnak, és egy olyan földön túli mosolygás volt az egyszerű szerzetes arcán, hogy erősen elgondolkodtam, hogy ő nincs is ott. Tehát ez a Szekér Fesztivál, ez nem egy külső dolog, hanem egy belső. Mert én, mint kívülálló, láttam, hogy szép színes ruhába vagytok, narancssárgába, fel volt díszítve az a szekér, szent képek vannak ott, ugye, és közben megy a zene, és megálltok. Egy 10 percet ott pörögtök, forogtok, és mentek tovább. És néztem, hogy ott van az ember, és nem papucsban van meg cipőben, hanem mezítláb, nyáron a nem tudom hány fokos betonon. Az nagyon komoly tanítás volt, hogy ez az ember nincs ott a József Attila utcában, hanem valahol egy magasabb régióban pörög. A tudata az magasabb szinten van, így van. Ez az emberi életnek a célja, hogy a tudatunkat emeljük, tisztítsuk, próbáljuk összekapcsolni Istennel. És amikor így a tudat összekapcsolódik Istennel, igen, akkor a külvilág annak kisebb jelentősége lesz. Nem azt jelenti, hogy nem kell foglalkozni a világgal, mert mindenkinek meg kell élni a világban, nem mindenki szerzetes. De jó, hogyha megtaláljuk az életünkben azt a rést, kisebb vagy nagyobb időt, amikor a lelkünkkel tudunk foglalkozni. Tudod, engem ez keserít el, hogy a nyugati világban nagyon kevesen foglalkoznak igazán a lelkükkel. Minden csak az átmeneti dolgokkal, a testtel kapcsolatos, de ez egy elpazarolt élet. Mert az örök rész az a lélek. Mi örök lelkek vagyunk. A test pedig el fog múlni. Szóval akkor lehet, hogy fenn kell tartani a testet, és azért dolgozni kell, és ruházni kell, stb. De ha nem foglalkozunk az örök lélekkel, akkor valami nagyon fontosról elfeledkeztünk. Volt már arra példa, hogy egy picit elfeledkeztél arról, hogy Isvara vagy, és bosszankodtál valamin? Ki lehet téged hozni a sodrodból például? Hogyne. Én akkor mit csinálsz? Ez egy út, amíg az ember megtanulja legyőzni a késztetéseket, a dühre, ugye, vagy csalódottságra, elkeseredettségre. Nemrégen nekem volt az életemben egy több mint egy éves periódus, amikor nagyon beteg voltam, ilyen csípőizületi fájdalommal feküdtem, és akkor az nagyon felkavarja az embernek az elméjét, és elkeseríti. De én úgy éltem meg azt akkor, és úgy tekintek vissza rá most, mint egyféle ilyen gyakorlat, hogy tudja az ember valóban megérteni és megélni a filozófiát. Hogy mert könnyű a lélekről, meg belső boldogságról beszélni, amikor minden rendben van. De amikor a test nehézségeket támaszt, vagy amikor más emberek támasztanak nehézséget, amikor igazi kihívások vannak az életben, az egy nagy lecke. Szóval én úgy éltem ezt meg, hogy vizsgázom. Tanultam 2 évtizeden keresztül, és aztán jön egy vizsga.
és a vizsga sokszor nehéz tud lenni, és akkor csikorgatja az ember a fogát, és aztán majd valahol felülről megítélik, hogy átmentem-e a vizsgán, vagy nem. Szerinted, Isvára, mi a legnehezebb manapság? Az ahimsa, tehát a nem ártás elve, vagy pedig a megbocsájtás? Mit nehezebb megtenni, szerinted? Nem ártani, vagy megbocsájtani? Én úgy vélem, hogy ez személyfüggő. Mindenkinek megvannak az erősségei a lelki gyakorlataiban, vagy a személyiségében, és megvannak a gyengéi. Szóval én azt gondolom, hogy ehhez kell egy lelki tanítómester, hogy valaki igazán tudja magáról, vagy kapjon visszajelzést, hogy mik azok, amiben ő már fejlett, erős, és mi az, ahol még erősítenie kell, fejlődnie kell. És egy hiteles lelki tanító nagyon sokat tud ebben segíteni. Mi az, ami most dolgozol? Van-e új könyv, amit éppen írsz? Vagy esetleg valami DVD, amit ki fogsz adni? Az az igazság, hogy most egy történeti téma kezdett el érdekelni. Azt vizsgálom éppen, hogy 100 évvel ezelőtt Magyarországon milyen viták voltak az élővilág eredetéről. Akkor nagyon élénk volt tudományon belül is, és a tudomány és a vallás között is, hogy teremtve van minden, vagy pedig csak úgy kifejlődött. És az akkori tudósok csatáztak egymással, és ezeket az érveket csoportosítom, ezt nézem, hogy akkor mik voltak az erőviszonyok, mik voltak az érvek. És akkor ezt megírod egy könyvformájában, vagy pedig egy előadást fogsz erről tartani, hogy 1913-ban, boldog békeidőkben Magyarországon mi rövidáztak a tudósok? Igen. Egy könyvet szeretnék írni, valami ilyesmi lesz a címe, hogy hogyan felejtett el a tudomány Istent. És ez egy második része annak a könyvnek, ami szerintem ma történik. Tudomány felfedezi Istent. Tudomány felfedezi Istent, vagy újra felfedezi. Mert az elmúlt 100-150 éve sajnos erről szólt, hogy a tudomány többé-kevésbé elfelejtette Istent, most újra felfedezi. Szóval megnézem történetileg, hogy felejtette el, és próbálok hozzájárulni ahhoz, hogy újra felfedezze. Csak így röviden. Szerintem mi történne akkor, hogyha tudomány felfedezni Istent, vagy tudomány és Isten kéz a kézbe járnának? Mi lenne akkor a világgal? Én szerintem akkor egy sokkal békésebb, boldogabb világban élnénk, mert akkor nem csak a tudományos fejlődést, vagy a technikai fejlődést látnánk az élet céljának, és nem úgy gondolnánk, hogy attól leszünk boldogok, hanem a tudomány egy eszköz lenne, ahogy berendezzük és működtetjük a világot, de ugyanakkor az életnek a céljával mindenki tisztában lenne, hogy igazából az a tudatnak a fejlődés, a lelki fejlődés. És Európában is, és szerte a világon a kultúra így működött évezredeken keresztül. Ez tulajdonképpen egy néhány évszázados fejlemény, hogy a tudomány, vagy a tudomány néhány képviselője azt akarja velünk elhitetni, hogy csak az anyag létezik, te anyag vagy. A tudatunk az csak az agynak a terméke. A halál után lekapcsolják a villany, mindennek vége. Szóval ez igazából már nem tudomány. Ez materializmus. Szóval én azt hiszem, hogy egy ilyen kéz a kézben járó tudomány és spiritualitás az nagyon sokat tudna tenni az embereknek a felemelkedésért. Azzal, hogy nagyon sok könyvet írtam, mert nagyon sok előadást tartasz, és kultúrantropológus vagy, tehát egyfajta tudós, ugye, aki Istent kutatja, jó pár évtizedig még fogsz élni, biztos vagyok benne. Szerinted újra fogsz születni, vagy pedig ezzel megállítod a karma kerekét, hogy ennyi mindennel foglalkozol és segítesz az embereknek? Az élet célom az, hogy ne kelljen újra megszületnem ebben a világban. Ugye a módszer, amit mi gyakorlunk, a mantra meditáció, tiszta élet, meglátjuk, hogy mire lesz elég ezekkel a munkákkal vagy szolgálatokkal együtt, amit végzek. Azt mondják, hogy ha valaki az élete végére tiszta szeretettel szereti Istent, akkor vissza tud lépni hozzá. Hogyha ezt el tudom érni, akkor így fog történni. Ha nem, akkor igen, megszületek újra, és megyek oda, ahol Isten szeretné, hogy tovább végezzem. Vagy küldenek. Ahova küldenek. Ha lehet, hogy most téged ide küldtek Magyarországra, igaz? Hogy lehet mondani, folytassál valamit. Vagy küldtek, vagy sokszor nem csak az van benne, hogy küldenek, hanem hogy milyen vágyak vannak még az emberben. Tudod, ha én előző életemben Indiában éltem, akkor lehet, hogy ott motoszkált az agyamba. Milyen lehet nyugaton az embereknek az élete, ahol már vannak autók és annyi minden dolog. A kíváncsiság és a vágyak, azok is befolyásolják, hogy hol születik meg az ember, nem csak valami magasabb erő, ami elküldi az embert. Voltál Indiában? 3-4 jártam ebben az életemben, néhány hetes
időtartamokra, és főleg szent helyeket látogattam meg. Vrindávant, ahol Krishna élt fiatal korában, Mayapurt, ahol Krishnának egy inkarnációja, Chaitanya, ő járt 500 évvel ezelőtt, vagy a bengáli öbörnek a partján, Jagannath Puri, az a város, ahonnan ez a szekérfesztivál ered, amit dicsőítettél, ennek a nagy szekérnek a húzása, az annak a ünnepnek a meghonosítása tulajdonképpen. Szóval ezeken a helyeken jártam, de hát ezzel együtt ugye láttam az indiai nagyvárosi életet is. Olyan kevert tapasztalatom van Indiáról. Szóval, hogy még jelen van a lelkiség, de nagyon erősen az amerikanizáció befolyásolja, és ugye nagyon szomorú látni, amikor India, ami a lelki tudásnak az otthona, ott feledkeznek el az emberek a lelki tudásról. Alszik India esetleg? Alszik, azt lehet mondani, vagy a jelentős részében alszik, de ugyanakkor vannak emberek, vannak szervezetek, akik őrzik azért a lelki tudást, és hirdetik, de nehéz, egy nehéz verseny zajlik ezzel a fogyasztói szemlélettel. Igen, India az passzív, Nyugat-Európa meg aktív, illetve Amerika aktív, és most az aktivitás időszakát éljük, és a passzivitás igen. pedig az ott tudod, mit mondott? Tudod, mit mondott Srila Prabhupád ezzel kapcsolatban? Azt mondta, hogy India olyan, mint egy béna ember, aki lát. Nagyon passzív, de ugyanakkor ott van a lelki tudás, hogy tudják, hogy mi az élet célja. Azt mondta, hogy Nyugat meg olyan, mint egy nagyon aktív ember, aki meg vak. Mert hihetetlen energikusak vagyunk, szenvedélyesek, de mi az élet célja? Azt nem tudjuk. Mi a jó kombináció? Mit kellene tenni? Ugye amikor van egy vak ember, aki erős, meg van egy béna, aki lát, akkor azt kell csinálni, hogy a vakember, akinek a teste jó, nyakába veszi azt, aki lát, de béna. És akkor a látó mutatja az irányt, hogy abba kell menni, arra kell menni, a másik ember meg, aki tud járni, akkor követés megy arra. Szóval így kombinálni kell keletnek és nyugatnak az erősségeit, és az fog az emberiségnek legnagyobb javára szolgálni. Hát kedves Isvárák, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és kívánom, hogy legyen erőd ezt az utat végigjárni, és stílszerűen Góránga? Góránga. Góránga, köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm szépen kedves nézőim, hogy velem tartottak, jövő héten ismét találkozunk, viszontlátásra.